Vezetőslog, tesi! Szállj be, menjünk! Isti! Nos, srácok, hát eljöttünk az M3-ason, ezt elfelejtettem mondani a videó elején egyébként nagyon okosan, ugye vezetőslogba, hogy Debrecenbe jövünk. Eredetileg egyébként más volt a terv, ugye most a legutolsó vezetőslognál elmondtam, hogy szeretnék most már ilyen olyan vezetőslogokat csinálni, amik nem Budapesten történnek, mert halálunalmas már az a környék, mindig ugyanarra megyek, és tényleg unalmas. Úgyhogy Debrecen, srácok, belváros, megnézzük, hogy mi van, elméletileg dugó lesz. Meglátjuk. Azért is jó pofa ez, mert hogyha esetleg itt laksz a környéken, akkor itt fölismered a különböző helyeket, meg nem tudom, szóval egy ilyen fán, hogy így, én nekem is egyébként tök jó dolog, hogy olyan helyeken járkálok, amire ami normál esetben nem nagyon szoktam. Na de srácok, amiről a videó szólni fog, az az, hogy ugye a címből is lejön, aha, 90 másodperc múlva váltunk zöldre, tehát az másfél perc. És te fogytál? Ez a hatalmas kérdés mostanában, ami nekem így az arcomba repül folyamatosan. Instagramon itt-ott amott. Leginkább Instagramon egyébként, és igen, srácok, fogytam, és nem vagyok beteg, hál' Istennek, nem azért fogytam, hanem egyszerűen eldöntöttem, hogy ha nem is nagyon hardcore módon akarok fogyni, meg nem akarok mit tudom, vékonyra fogyni, azért odafigyelek, és azért tényleg valamennyi súlyt le kéne dobni. Most tartunk ott, egyébként az egyik videóban azt hiszem az egyik, az RH Racinges, ugye bejelentő videónál mondtam, azért elkezdtem csinálgatni, nem is tudom mióta csinálom, ilyen június, valahogy úgy kezdtem el, és... Igen, Tamás ül egyébként itt mögöttem, vele megyek, jövök, mit tudom én. Voltunk ugye most Polgáron, tehát ezt egyszerre vesszük fel, ugye az a videó már kiment régebben. Júniusban kezdtem el ezt a dolgot, akkor 144 kilóról indultam el. Ezt mutatta a mérleg, illetve akkor mutatta a mérleg, amikor már egy hete már csináltam amúgy a dolgot, mert utána vettem mérleget, mert eldöntöttem, hogy akkor most már tudom, tehát hogy éreztem azt, hogy fogom tudni ezt tartani, és nem csak egy ilyen múló hóbort, hogy akkor óvatosabban eszek. És most vagyok, tehát 144-ről indultam, és most vagyok szépen 128-129 között, ugye ugrálgat folyamatosan. Minden nap mérem, ez nem a legjobb dolog, mert az embert el tudja keseríteni, volt olyan három nap, amikor följebb ment csak a súly. Nyilván ez sok mindentől függ, éppen, hogy mennyi víz van a szervezeted, meg a tökönt, ugye minden hülyeségtől függ. Szóval az azt jelenti, 129-ig számolva, az 15 kg mínusz, srácok. Úgyhogy, és egyébként igen, én azt gondolom, hogy látszik az arcomon, meg egyébként a felső testemen, de nyilván még lehetne bőven, tehát most vagyok 129, gondoljatok bele, tehát hogy az még így is azért túlsúly, tehát nem vagyok ilyen tévképzetek rabja, hogy na jó, lefogytam, akkor kész, mehetünk zabálni, meg mit tudom én. Nagyon figyelek oda egyébként. Tényleg nem akarok annyira nagyon durván mélyen belemenni ebbe az egészbe. Én nem is nagyon vagyok, tehát nem nyom hardcore szinten, nyomhatnám sokkal keményebben. Azt már most szeretném leszögezni nektek, srácok, hogy azért ilyenkor, amikor ilyen videóról van szó, és ezért nem is akartam én ebből videót csinálni, és nem is fogok egyébként ebből sorozatot csinálni, semmiféleképpen sem, mert ilyenkor folyamatosan jönnek már a különböző tanácsok, amiket egyébként őszintén nem kértem senkitől, hogy így egyél, úgy egyél, amúgy egyél, ezt nézd meg, azt, hogy nézd meg a fitness, nem nézek meg, srácok, semmit, nagyon jól tudom, hogy mit csinálok. Tehát, hogy tisztában vagyok a fehérjével, a zsírokkal, a szénhidráttal, ezzel mind, mindent fogyasztok egyébként, amennyit kell, tehát szénhidrátot is, ugye múltkor volt az a zero kalóriás tészta, és már öttek oda a kommentek, hogy rosszul csinálod, Isti, muszáj szénhidrátot enni, chill out, tehát eszek szénhidrátot. Egészen konkrétan, nagyjából elmondom, hogy miről van szó, mert ezt is kérdeztetek pár, hogy mit szoktam ilyenkor csinálni. Én általában felkelek reggel, eszek egy császárzsömlét fehér lisztből, nem lassan felszívódó szénhidrátot, tehát hogy ugyanúgy azt a fehér lisztet eszem, ami volt régen. Ez most írni fogjátok elég sokan, hogy nem jó, stb. Nem baj, én azért... Azt lássátok, hogy amikor az ember le akar így fogyni, és tényleg egy csomó mindent így is enged az a normál éles stílusából, tehát előtte azért nagyon sok cukrosüdítő, McDonald's-ocska, KFC-cske, tököm tudja micsoda, ment szépen százágra, tehát hogy gyakorlatilag hetente kétszer biztos, hogy volt meg ki, meg ilyenek. Ahhoz képest ez is hatalmas nagy dolog, tehát reggel császárzsömle, csirkemelsonka vagy pulykamelsonka, tehát hogy tényleg szalámi, ilyesmi nem. Vajkrémet használok, tehát abból is csak milyen nagyon keveset, tényleg. A vaj az sokkal rosszabb egyébként, kalória szinten mondom. Utána ebédre általában én ilyen naturhúst eszek, vagy hogyha éppen mondjuk egy kicsit így kirúgok a hámból, és ilyen nagyon parti arcnak érzem magam, akkor megengedek magamnak egy rántott húsit mondjuk. Egy ilyen kisebbet valamit. Általában azt ilyen zöldséges körettel szoktam enni, brokkoli, zöldbab, mit tudom én, bébirépa éppen olyan, azt tényleg ezt kéne majd vennem, most már égettem, bébirépa köret, görög salátát nagyon szeretem fogyasztani, bár abból is most meg kell tanulnom, hogy a fetasajtból visszább kell venni, mert azért az borzasztóan zsíros, stb.
Tehát, hogy így nyomom, aztán utána, és akkor mostában elkezdtem ilyen bulgur tenni, rizst, így köretnek, és vacsorára megint általában egy zsömle egyébként, ami így lecsúszik. Csináltam egy darabig azt, hogy teljes kiörlésű ilyen tortillalap, és akkor abba egy kis katissír, és akkor abba kis felvágott, elég hamar meguntam sajnos, pedig egyébként az érezhetően ténylegesen tovább tartott, tehát jobban kitartott a gyomromban, nem lettem hamar éhes tőle. És ennyi. És megmondom őszintén, én már a húsokat általában, hogy én otthon sütök, én nem szeretek hozzáenni egyébként ilyen sült krumplit, meg ilyen brutál dolgokat, meg krumplipüré, meg ilyenek, meg tészta. Tésztáskák azok szinte teljesen kilettek hagyva, mert nem nagyon durva szénhidrát, és nagyon hamar át is megy rajtad. Rajtam még a teljes kiörlésű tészta is átmegy hamar, tehát próbálkoztam én már dolgokkal. De most ebben állapodtam meg, és egyébként a lényeg az egésznek az, hogy 2000 kalóriát iszek be egy nap, ezt most már levittem 1800-ra, 1800 kalória a napi, az nem jó, az el fog fordulni, ugye? Igen, 1800 kalória limitem egy nap, ami, hát egyébként akárkivel beszélgetek, mindenki azt mondja, nem kevés ad, és én mondom, hát szerintem nem, mert egyébként ismerek olyan embereket, meg ismerek olyan srácot, aki 1200-ig, tehát hogy azért az brutál, tehát az tényleg olyan, hogy mit tudom én, megeszel 200 g csirke mellett, meg mondjuk egy görög salátát, és utána mellé még valamit tudsz enni majd még este, és így nagyjából, na jó, kicsit túlzással, nagyjából kész van. A zéró üdítők nagy barátaim egyébként nyilván, mert az üdítőket azért nem tudtam teljesen elengedni, azért én nem vagyok krokodil, azt gondolom, hogy folyton vizet igyak, nem, kajához én nem szeretek egyébként vizet inni annyira, megmondom őszintén. Viszont ugye mozgok, mert azért sportolgatok is, így Tamással szoktam elmenni kosarazgatni, ilyesmi, de edzőterembe én nem annyira szívesen megyek, nagyon szépen köszönjük ezt az igazán kedves attitűdöt, azért ez a vidéki élet, ez azért ez teljesen más a közlekedési kultúra, és tudom, most mindenki nekem fog esni, ez nem vidék, de igen, vidék, srácok. Budapesthez képest minden vidék, és ezt nem lenéző szinten mondja a budapesti ember, legalábbis én biztos, hogy nem. Szóval ez egy vidéki nagyváros a Debrecen, de aztán majd lehet, hogy most keresztre fogok feszítve lenni. Gyönyörű, szenvedő szerkezetekkel operálok. És ez 1800 kalória, és ez teljesen vállalható, tehát nem sóvárgok, nincsen hiányérzetem, hogyha valami kis desszertre vágyok, akkor benyomok egy ilyen műzli szeletet, ilyesmi, hoppácska, csavarja az orvat, na, nagyon szépen köszönöm, hát ugye nyilvánvalóan ez már a Covid. Tehát így ezt nyomom, srácok, tehát nem, nincs nagy magic igazából. Én azt mondom, hogy az ilyen varázsszereket, mint például, mit tudom én, tényleg ilyen update cuccok, meg ilyen fogyó, mi az, turbó diétaporok, meg ilyen cuccok, ezek jó pofa dolgok, jól hangzanak, de nem tudod azt, tehát egyszer, hogyha kevesebb tápanyagot viszel be, mint amennyit elégedsz, vagy mint amennyit felhasználsz, akkor egyszerűen nyilvánvalóan alap elfogy, hogy akkor tehát fogyni fogsz, tehát ez ilyen egyszerű. Azt írja egyébként nekem tehát olyan információm van, na most ez mi? Igen, menjél, mert utána meg már jön rám. Ja, ő is elmegy, jó. Tehát, hogy azt írja, vagy azt olvastam egyébként, hogy elméleti szinten én ezzel a súllyal, hogyha csak tudom, én otthon dolgozok, 3100 kalóriát égetek, én ezt azért valahol soknak érzem. Mondjuk, vegyük le ezt drasztikusan, égessek mondjuk 2500-at, akkor is 700-as deficitben vagyok, vagy mondjuk, hogyha véletlenül túlzabálok 2000 kalóriáig, akkor is még mindig deficitben vagyok. És egyébként eljutottunk a sportszállodához, a sporthotelhez, itt szálltunk meg Patrickkel már többször is, és itt van elvileg ez a nagy erdő, vagy mi a franc, valami ilyesmi van itt, nagyon utána néztem, hát nem vagyok egy magyarósi Csaba, azért maradjunk annyiba, úgyhogy igazából így ennyi, srácok, 1800 kalória, shout out, és nem szponzorált tartalom, ez a része, na, az iskolás csoport. A kalóriabázis.hu-t használom. Ez egy ilyen felület, ami telefonos applikáció is van, be tudod írni, minden szar fönt van, ez is ilyen közösségi alapú, tehát be lehet küldeni ilyen ugye csomaginformációkat a élelmiszer alapanyagokról, hogy mi, mennyi, hogy. Be lehet küldeni, és akkor meg lehet nézni, mi hogy van. Csomagolásokra szokták ezt összeírni, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis cucc. Én előfizettem a prémium szolgáltatásukra, azt, amit a szökőkút van itt, te jó Isten. Damn! Ez így nagyon komoly. És ott még egy Debrecen felirat, atya úr, Isten, micsoda. Fantasztikus helyen vagyunk, és akkor itt a stadion. Így a nagy erdei stadion. Na hát, nem vagyok én azért stupid ass, de milyen jó amúgy.
Általában mi... nagyon fasz. Általában mindig akkor jövök ide, amikor, amikor valami esemény van, vagy valami event van. Hát most nyilván itt a Covid miatt most nem igazán van ilyesmi, de azért akkor szoktam ide jönni, és azért sokkal nyugodtabb így, hogyha éppen nincsen itt valami okosság. De milyen jó, körbe is lehet sétálni amúgy. Nagyon a jó pofa. Szóval, ja, kalóriabázis.hu, srácok, tényleg minden fönt van. Picikét vannak gondok azért néha, mert nagyon sokszor szerver probléma van, nem működik, le van állva, de akkor általában hamar újra is indul, tehát tud működni. Menjünk el mondjuk, mit tudom én, mondjuk balra. Tök fogalmam sincs, hova megyünk, de oda nagyon megyünk. És ezek itt most így gyakorlatilag, ez egy kerékpárs? Vagy mi? Nem nagyon látok én erre felfestet. Tudod, gyakorlatilag átzörögtek így probléma nélkül. Nagyon tudom ajánlani azt az alkalmazást, csak tényleg vannak azért dolgai, ezért is fizettem elő, hogy tudják fejleszteni az oldalt, mert nagyon sokat segít. És hogyha fejben valahogy így át tudsz állni erre, hogy nézed, hogy mihány kalória, stb. És nyilvánvalóan én értem ezt a kalória dolgot, sokan mondják, hogy de ne azt kell figyelni. Persze, hogyha sportolsz, akkor egyébként ki is tudod tágítani, ki is tudod bővíteni a napi adagodat nyilvánvalóan. Tehát be tudsz vinni a kalóriabázison még mozgást is. Ugye van egy ilyen sportórám, ami nagyjából irogatja, hogy most mennyi kalóriát égettél, na abban általában leszoktam venni egy 100 kalóriát, hogy biztos, ami ziher legyen, és kajákból is általában többet szoktam bevinni, hogy több kalória volt, mint amennyit ír, mert biztos, ami ziher alapon legyen inkább így. Úgyhogy nagyjából ennyi, srácok, és nyilvánvalóan kalóriadús étkezés nagyon fontos, hogyha te egy katona vagy, vagy túrázó vagy, vagy mit tudom én, de nekem, aki gyakorlatilag ülő életmódot folytat, és otthon ülök egész nap, és vágom a videókat, és veszem fel a videókat, nagyon-nagyon vissza kell fogni a kalóriát, mert azzal lehet akkor fogyni. És nem, nincsen hiányom, és nincsen, nem remegek, nincsen tápanyag hiány, nincsen semmi, tehát mindenből viszek be tényleg bőségesen, amennyit kell, de nem túl sokat, ez a lényeg. Ez pedig egy gyönyörű szép zsákutca lesz, de hát olyan szép az utca, hogy nem hagyhattam ki, és itt valami esküvő lesz, vagy volt, vagy majd csak valamikor történik. Itt van a víztorony. Igen, itt van a víztorony, igen. Nézd meg, ez egy akvapark, ahol túrálnak a gyerekek. Itt van egy akvapark? Aha, látom, akvatikum vagy mi a franc. Basz, ezt beszarok, nem? Nem is vágtam ezt, amúgy ilyenek vannak. Úgyhogy nagyon szép ez a Debrecen egyébként, azt kell, hogy mondjam, örülök, hogy lejöttünk. Remélem, hogy élveztétek, srácok, azért azt tegyük hozzá, hogy... Aha, persze, a kuprával, igen. Tegyük hozzá, hogy az Ónónak hála, mivel ez a promóció ugye megvalósult ebben a videóban, így azért belefért, hogy lejöjjünk ide vidékre, és azért ez jó dolog, tehát azért lássátok, hogy ez így faszasság. Na, itt most mi van hírva? Kéve nem vagyok régi akármi, úgyhogy vissza kéne fordulni somehow. Nem tudtam én azt elolvasni. Na jó, hát akkor gotta stay high. Úgyhogy srácok, így nagyjából ennyi egyébként ez a sztori. Hát persze nyilván jobban be lehetett volna járni Debrecent is, de azt gondolom, hogy megnéztük azért itt a fő dolgokat. Tehát szerintem állati jól néz ki, hogy az a Debrecen felirat is ott nagyon fasza. Nagyon király ez a hely. Mindig szeretek ide jönni amúgy, csak olyan messze van Budapesttől, mint az állat. De hát egyébként túl lehetett élni. Úgyhogy ez van, srácok, és mondom, tehát írhattok nekem nyugodtan bármilyen edzésformát, meg mit tudom én, nem, tehát hogy most még írhatjátok, hogy ezt próbáld ki, azt próbáld ki, próbáld ki, a négyszeri étkezés, meg az ötszeri, nem, tehát hogy azért sem, srácok, mert még ezt a gondolatot nem fejeztem be, hogy mivel így is relatíve magam, azt a, ja, és ott ugrik le a csávó, oha! Én ezt eddig nem néztem, azt a rohadt, de komoly, és hogy mindenki látja, tök jó. Tehát, hogy ugye mivel áldozatot hoztam, és tényleg csomó mindent elengedtem, tehát tényleg azért sok minden lett engedve ahhoz képest. Van egy-két olyan dolog, amit azért meg kell tartanom ahhoz, hogy azt érezzem, hogy én ezt tudom csinálni, mert nyugodtan mondhatnám azt, hogy jó, akkor nincsen fehérliszt sem, meg nincsen glutén sem, meg akkor mit tudom én, ilyen-olyan kis adagocskák, meg mit tudom én, és akkor viszont azt érzem, hogy szenvedek, azt érzem, hogy nem szeretem, még kevésbé komfortos az életem, mint amennyire szokott lenni, és akkor az egyenes út ahhoz, hogy feladjam. Mert én már egyszer ezt csináltam, ezt a kalóriaszámlálós dolgot, és működött, az volt az államvizsga környékén, csak mivel államvizsga jött, ugye, hát stresszes voltam, és elkezdtem újra zabálni. És onnantól kezdve nem volt megállás. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most megint elkezdtem ezt számolgatni, megnézem mindig előre, utána megyek, megnézem, hogy mihány kalória, stb. És hát biztos vagyok benne, hogy ez nem tökéletes dolog, nekem működik, azt kell, hogy mondjam, és nem érzem magam egyáltalán rosszul. Egyáltalán, semennyire sem. Úgyhogy
Úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani. Hát nyilván néha még, hogyha valami édességre vagyok, akkor esetleg bedobok egy almát, vagy ilyesmit, csak azért a gyümölcsökkel is vigyázni kell, mert azok meg iszonyatosan cukrosak. Tehát, hogy nem tudom, tudtátok-e, egy alma, egy közepes alma, az ilyen 100 kalória. Tehát, hogy 18 almát tehetnék meg egy nap, és akkor csókolom. Tehát, hogy nagyjából ennyi, nagyon para egyébként. Nyilván ilyenek, hogy sajtók, meg ilyesmi, az nagyon minimálisan, vagy éppenséges semennyire. Még egyébként kettő szeletelt light sajt is 100 kalória, két szelet trapista, tehát hogy elképesztő számok. És hát az ember így azért megtanulgatja szépen lassan, hogy mi hogy van, mi hogy működik. És kész. Srácok, remélem azért, hogy meg tudtam adni így a választ a kérdésekre. Én ezt egyébként én javaslom, hogy próbáljátok ki, mert azon belül, az 1800 kalórián belül ez a lényeg, gyakorlatilag ehetsz bármit, amit ugye nyilvánvalóan az alapegészségügyi állapotod is megenged. Tehát mit tudom, hogy egy cukorbeteg vagy, akkor nyilván nem azt jelenti, hogy na, akkor most ehetek cukor, mert most az Isten azt mondta, hogy akkor 1800 kalória és akkor fasza. Nem erre gondolok, de lehet enni. Szóval simán benne van az, hogy jó, mit tudom, megkívánod, jó, eszek egy, mit tudom én, Snickers-t, érted? És csak megnézed, hogy a Snickers, mit tudom én, 400 vagy nem tudom hány kalória egy Snickers darab, és akkor ahhoz kell igazítanod a napodat, és kész. Tehát, hogy, és akkor szép lassan rá fogsz jönni, hogy jó, akkor esetleg ezt nem eszek, helyette viszont akkor megnyílik a lehetőség, ahhoz legyen egy normálisabb vacsorám. Tehát, hogy így lehet szépen számolgatni vele. Úgyhogy srácok, ja, nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Mondom, biztos, hogy van egy csomó tanácsotok, meg stb., de én ez a videó nem is arról szólt, hogy én most tanácsot adjak, hogy csináljátok, ez arról szólt, hogy elmondjam, hogy én hogy csinálom, és igen, fogytam, és még szeretnék fogyni, mi a cél, nem tudom, 100 kiló nagyon jó lenne, de először legyen mondjuk meg a 120, tehát én most azon vagyok, ez a 108 kicsit most beragadt, megmondom őszintén, de én annak örülnék, hogyha egy ilyen 100, mit tudom én mennyire, 110-re mondjuk lemennék, az már egy tök jó lenne, de én már most érzem egyébként a pozitív hatását, itt meg tudtam volna fordulni. Már is éreztem a pozitív hatását, tehát hogy jobban bírom a mozgást azért, tehát Tamás a legjobb tudója, elmentünk kosarazni így a karantén időszakban párszor, vagy előtte, és körülbelül annyira fájt a derekam már, különböző, gondolom az ülő életmód miatt, hogy basszus, egy mosogatógépet nem tudtam kipakolni, ennek, hogy ne szakadjon szét a derekam. Tehát, hogy... Konkrétan az volt, hogy negyed óráig kosaraztunk, és talán már ott vége volt. Most meg elmegyünk, és ilyen egy-másfél órákat szoktunk. Igen. Konkrétan az volt, hogy Tamásnál is látszik egyébként, hogy Tamásnál úgy lehet a legjobban ezt visszakövetni, én azt gondolom, mert nála egy csomó kosaras videó ment ki, így a karantén időszakban is. Nézzétek vissza, sőt nem is kell vissza, berakom nektek, hogy márciusban én hogy néztem ki ott a pályán. Mint egy bontógolyó, nagyjából úgy mozgok a pályán, brutális, nem azt mondom, hogy most aztán atletikus vagyok, de sokkal jobban bírom, és visszanyertem azt a minimális állóképességemet is, ami van. Ez nem azt jelenti, hogy nem fáradok el, mert elfáradok, de a pulzusomon is látszik, tehát észrevettem, hogy elkezdtem sétálgatással az egész edzést, tehát ugye azért egy kövér embernek azt lássátok be, hogy egy séta is lehet edzés, és ez itt most mi a szar amúgy? Ja, ezt itt körbe lehet menni, aha. Wow, micsoda helyekre jutunk el. Jó, tehát, hogy... Igen, most sejtettem, mert annyira érezhető volt itt ezeken a virágos témákon, hogy ez biztos valami temető. Megnéztük a nevezetességet, sátok Debrecenben. A temetőt. És valami temetés is van, ha jól látom, vagy valami volt szegényeknek. Nyugodjon békében, erre el lehet jönni, ugye? El lehet jönni, igen. Úgyhogy srácok, így nagyjából ennyi, tényleg... Az a helyzet, és az maga azt még hozzátenném még így zárszóként, hogy amíg te nem döntöd el, és nem állsz át agyban, addig mondhatja bárki, bármeddig egyébként, és ezért nem látom értelmét annak, amikor irogatjátok embereknek, hogy dagadt vagy, fogyjál már le, meg hogy le kéne fogynod, meg addig a szüleim is mondták nekem, tehát mindenki mondta nekem, hogy nem állsz el most már elkezdeni, amíg te nem állsz át fejben, és nem kezded el akarni a dolgot, addig nyugodtan mondhatják, stb. Úgyhogy ennyi. Én örülök, hogy most ezt elkezdtem, remélem, hogy tartani fogom tudni sokáig. Illetve még ami nagyon fontos utolsó információ, hogy tényleg abba hagyom, mert most már nem tudom, mióta beszélek. Én ezt nem diétaként fogom fel, mert sokszor látom, milyen emberek írják, hogy üstűjöző, hajrá a diétával, mert én ezt nem diétának fogom fel, mert a diéta az egy olyan dolog, hogy elkezded a diétát, és akkor mit tudom én, két hónapig diétázol, érted? Tehát az egy ilyen átmeneti időszakot jellemez a diéta. Én ezt úgy gondolom, hogy ez egy ilyen életmódváltásszerűség, tehát hogy alapból nem akarok én már így nagyon sokat mekízni meg ilyenek, tehát hogy nem is hiányzik az a szerencse, szóval én inkább életmódváltásnak mondanám, ennyi. Úgyhogy srácok, tényleg remélem azért, hogy élveztetek ezt a videót, érdekesnek tartottátok. Remélem, hogy élveztetek srácok ezt a videót, Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és vetted föl nekem, meg segítettél ebbe az egészben. Sziasztok!
Jöhet az out. Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.